csak valahol kinyitod, és ahol kinyitod, ott van egy gondolat, és akkor aznapra az az érvényes. Visszavonulás? A visszavonulás? Ez sikerült. Most, akkor most hagyjam abba? Szerintem igen. Figyelj, akkor most az van, hogy akkor köszi, akkor most minket hagyjuk. Sziasztok, visszavonulok. A Beton Stúdióban vagyunk, itt vesszük fel a Blik reklámfilmet, és fotózunk is hozzá. A koncepció idén a létező legegyszerűbb, 20 éves lett a Blik, és ezt ünnepeljük Győzővel együtt, illetve az olvasókkal együtt. Két gyerekes volt, egy kutya, az ötödik. Uh-huh. Ötödik év, amikor Blik ismét a reklámarcának választ, ez nagyon megtisztelő. De ide még ki lehetne tenni hülyeségeket, vicceket. Ki tud ilyen mutatványokat akkor Győző. Győzőt szeretjük, Győző ügyes, és kiválóan alkalmas erre a feladatra, hogy 10 másodpercben mindent elmondjon az adott helyzetről. Egyikben, másikban adok, harmadik. Igen. Szabó Simont kértük felrendezni, mert azt szerettük volna, hogy legyen benne valami kis különlegesség, valami kis érdekes fűszer ezekben a kis alapvetően nem túl izgalmas történetekben. Eszemet nem tudom, mióta ismerik egymást, de még így nem dolgoztuk együtt soha. Színházi előadásban már próbáltunk együtt, meg dolgoztuk együtt, de így, hogy ő rendez engem, mint reklámban, így nem dolgoztuk egy. A Ryan közlegény megmentésében voltunk statiszták tulajdonosok. Hozzuk az ötleteket. Most ötletelés volt, holnap rá bizonyára megint eszünkbe jött, majd még új dolog. A szülinap megünneplésére készül, gyertyákkal, lufikkal, mindenféle helyes, kedves jelenetekkel. Érdekelnek itt előtt beszélni, játszani, bolondozni. Tehát megugrasz, megijedsz, leesz a kanapéra, stb. Tudsz ilyen? Na, alapvetően minden a születésnapról szól.